Szombathelyen is javában tart a versenyszezon a diákok számára, akik a tanév kezdetét követően a sportpályákon is bizonyíthatnak hétről hétre. A Városi Diáksportbizottság szervezésében lebonyolított mezei futóverseny minden alkalommal az egyik leglátogatottabb sportrendezvénye a Vasi megye székhelynek, és a megújult Sportliget ezúttal is kiváló helyszínnek bizonyult. Varga Jenő, a rendezvény egyik főszervezője szerint a tanintézmények tanárainak és igazgatóinak sikere is, amiért ennyire népszerű a futóverseny. Azt lehet elmondani, hogy a diákversenyeink közül a mezei futás talán a legnagyobb létszámot megmozgató. Azt is tudni kell természetesen, és minden igazgató és testnevelő tudja, hogy Szombathely megyei jogváros egy nagyon komoly támogatásban részesíti az iskolákat, ha megfelelő sportrendezvényeken részt vesz. Ez egy kötelező feladat, ennek szellemében minden testnevelő, illetve minden igazgató természetesen megtette azt, hogy eljöjjenek a gyerekek. Hasonlóan vélekedett a Gotthárd Jenő általános iskola testnevelője Kelemen Tibor is, aki szerint a gyerekek is jobban élvezik a természetközeli terepet, mint a hagyományos futópályán tartott versenyeket, és plusz erőt ad a szülők támogató jelenléte, szurkolása is. Azt vettem észre, hogy most már pályaversenyeken voltunk, hogy valahol a mezei futás, meg ez a terepfutás, ez valahol mindenkinek egy kis izgalmasabb, mert sokkal természetesebb közegbe zajlik, mint mondjuk egy atlétika pálya, ami mondjuk szintén lehet nagy élmény egy gyereknek, főleg annak, aki ugye olyan képességekkel megy oda, hogy még motiváció is, hogyha jó sikereket, jó eredményeket ér el. A kiváló hangulatú mezei futóversenyen ezúttal Szombathely 10 általános iskolájából mintegy 500 diák érkezett, akik 4 korcsoportban álltak rajthoz. Korosztálynak megfelelően egyre nagyobb távot kellett megtenniük. A rendezvény egyik különlegessége, hogy nem csak a leggyorsabb diákok körülhettek a nap végén, hiszen a legtöbb tanulót felsorakoztató iskola is elismerésben részesült.